Szeretettel köszöntöm a Mediátor televízió stúdiójában Ősi Juliannát, aki tulajdonképpen a megálmodója és a végig szervezője volt a 110 éve született Szűcs Sándor, a Háromföld krónikása című konferencia sorozatnak, és arra készülünk, hogy október 10-én lesz ennek a konferencia sorozatnak a záró rendezvénye. Ezen a rendezvényen Juliann előadást is tart, Szűcs Sándor szakmai elismertsége és olvasótábora címmel. Akkor beszéljünk előbb egy kicsit erről az előadásról, utána pedig arról talán, hogy született meg ez az ötlet, kik támogatták ezt a konferencia sorozatot. Ezt az előadást azért vállaltam, mert úgy gondolom, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani a szakmának Szűcs Sándor munkásságára. Az elmúlt évtizedekben egy kicsi megkopott a neve. Azok a kollégák, akik még közvetlen kapcsolatban voltak Szűcs Sándorral, már jó részt nem élnek, és a fiatalabbak pedig csak felületes ismerettel rendelkeznek Szűcs Sándorról. Pedig egy hihetetlen energiával dolgozó tudós volt, aki rengeteget gyűjtött a Háromföldön, tehát a Nagykunságban, a Sárréten és a Hajdúságban. Nagyon sokat írt, és olyan stílusban írt, amelyet kedveltek az emberek, tehát olvasótábora is nagy volt. Valamint igen intenzív kapcsolatot tartott fent kollégákkal, de nem csak a szakmában, hanem egykori a Sárréten, Nagykunságban élő értelmiségiekkel, így például Karcagon Kis Mihály doktorúrral, de Dorogi Mártonnal, aki ugye a közelbe volt Püspökladányba, tehát sorolhatnám a neveket, hiszen több száz levél van a hagyatékában, amelyet ő hozzáírtak. Beszéljünk akkor arról, hogy indult ez a konferencia, kik a segítők, a támogatók, kik voltak. Szűcs Sándor életének végén egy olyan bölcs rendelkezést hozott, hogy tanulmányai, könyvei megjelenésének tiszteletdíját a Magyar Néprajzi Társaságra hagyta. Ennek alapján jött létre a Szűcs Sándor Alapítvány a társaságon belül, és ez az alapítvány kezdeményezte tulajdonképpen ennek az emléksorozatnak rendezvényeit, létrehozott egy emlékbizottságot, aminek én az alelnöke vagyok, és a három megye különböző intézményeiből, szervezeteitől gyűjtöttök össze a javaslatokat, programajánlatokat, és egy két éves programsorozat keretében emlékezünk meg Sándor bácsiról. Ez a múlt évben Bihar Nagybajonban kezdődött, de volt rendezvény Püspökladányban, Berettyóújfaluban, a debreceniek csináltak egy nagyon szép színvonalas kiállítást, amit most látható még a konferencia napján, még látható ez a kiállítás. A konferencia ugyan a Városházán lesz, de reméljük, hogy egy kis sétát mindenkinek megér, hogy megnézze ezt a színvonalas kiállítást. Erre a rendezvényre olyan kutatókat kértünk fel előadónak, természetesen elsősorban Nagy Molnár Miklós múzeumigazgató a fő szerepe ezen a napon, és ezzel a mostani rendezvénnyel kapcsolatban, akiknek
mondani valójuk van Szűcs Sándorról. Szűcs Sándort igyekszünk új megvilágítás, az ő munkásságát igyekszünk új megvilágításba tenni. Tehát a valódi értékeit szeretnénk felmutatni, bemutatni a nagy közönségnek és a szakmának is. Hadd kérdezzem már meg, hogy személyesen bizonyára ismerte Julianna Szűcs Sándor bácsit, hogy milyen emlékeket őriz róla? Hát én már idős korában ismertem meg. Ő idős volt, én pályakezdő. Bellon Tibor vitt el bennünket egyszer a Szűcs Sándor szülői házába. Ugye Sándor bácsi és Erzsike néni fogadott bennünket. Tulajdonképpen ő akkor távozott el végleg, amikor én meg a szülővárosomat hagytam itt munka miatt. Tehát a karcagi évek ő hozzá engem kötnek, és nagyon szolíd ember volt, bölcs mondatai voltak. Nem is gondolta egy kívülálló szerintem, hogy milyen nagy tudós. Annyira egyszerű volt. Még inkább a felesége Erzsike néni vitte a prímet, meg hát nyilván ő adta a lelkesítő erőt is Sándor bácsinak, főleg már idős korába. És utána, mikor Erzsike néni meghalt, akkor bizony a ház eléggé megürült, és Sándor bácsira hát az önkormányzattól, a helyi önkormányzattól, iskolából nyitották rá többször az ajtót, és beszélgettek vele, de a magány az csak magány. Igen, mert hát nem volt családjuk, és valóban Szűcs Sándornak az életműve az a magyarok élet. Igen. Ezt ő úgy fogalmazta meg az egyik levelébe, ha szabad, pontosan szeretném idézni. Úgy gondoltam, hogy azt az anyagot, amelyet a néptől szereztem, vissza is kellene neki adni. Elhatároztam, hogy feldolgozom a gyűjtött anyagot olvasmányosan. Hiszen a pusztuló hagyomány megismerése nem csak a tudománynak szükséges, hanem magának a népnek is. A közösség tudatában ott kell lennie a múltnak. Fontos, hogy a nép ne felejtse el a maga életét. Azt hiszem, hogy ennél frappánsabban nem is jellemezhetnénk az ő gondolkodását és a tevékenységét, hiszen ennek szellemében élt és dolgozott.